Üdvözlöm Önöket, Vajdics Kábor vagyok, és ma a Tidzsetet sorvezetőjét szeretném bemutatni, a Matrix 430-at. A doboz tartalma itt látható az asztalon, benne van természetesen a sorvezető, a Matrix 430, található benne egy felszereléshez szükséges ilyen kis tartóállvány, megtalálható benne az energiaellátást biztosító kábel, egy RX30-as antenna és egy magyar nyelvű használati utasítás. Az itt látható RX30-as antenna a két választható antenna közül a nagyobbik, ez nagyobb jelenlősséget biztosít árnyékoltabb területeken, ez alatt a magas feszültségű vezetékeket és a hegyes dombos vidékeket értjük árnyékolt terület alatt, ez olyan területeken is kiváló jelenlősséget fog biztosítani a 430 számára. Olyan helyeken, ahol nincsenek magas feszültségű vezetékek és hegyek vagy dombok, ott teljesen megfelelő az alap antenna is. Mind a kettő antennának mágneses talpa van, így nagyon egyszerű őket felhelyezni a traktorra, és mind a kettő antennát az első tengely vonalába érdemes felhelyezni, így a lehető legpontosabb vezetést tudja biztosítani nekünk. Az RX30-as antenna egy jelszűrős antenna, amely 5 Hz-es frissítési rátával dolgozik. A Matrix 430 egy belépő szintű sorvezető, ennek megfelelően nagyon egyszerű beállítani és nagyon egyszerű használata is. Egy 4,3-szoros érintő kijelzővel rendelkezik, amely nagyon jól reagál az érintésekre, és beállítási lehetőségekkel is rendelkezik, amivel teljesen személyre lehet szabni a menürendszert. Az eszköz oldalán található egy bekapcsoló gomb és egy USB bemenet, a hátulján pedig található egy csatlakozó az antennának és egy csatlakozó az áramellátásnak. A kijelzőn, mint mondtam, lehet beállításokat végezni, beállíthatjuk a fényerőt és beállíthatjuk a stílust, amelyben a menüt szeretnénk látni, ezáltal sötétben is és verőfényes napsütésben is kiválóan lehet látni majd a kijelzőt. A rendszer nagyon gyorsan felállítható, ehhez el kell végeznünk pár beállítást a menüben, mielőtt elkezdhetnénk vele dolgozni. Be kell állítanunk, hogy az antenna és a traktorhoz csatlakoztatott eszköz között mekkora a távolság, tegyük fel permetező. Be kell állítanunk az oldalra eltolást, aminek ilyen munkaeszközök esetében nullának kell lennie. Be kell állítanunk, hogy a permetezőnk hány szekcióval dolgozik, és hogy ezeknek a szekcióknak mekkora a szélessége. Hogyha ezeket beállítottuk, akkor készen is vagyunk, már meg is kezdhetjük a munkát. A sorvezető ugyanúgy veszi a GPS és a GLONASS jeleit is, ez azt jelenti, hogy az amerikai és az orosz műholdakra is ugyanúgy csatlakozik gond nélkül, és automatikusan átáll az egyikről a másikra, hogyha éppen elvesztette a jelet. Az eszközben található egy demo mód is, ami a gyakorlás segíti nekünk, hogy éppen nem dolgozunk kint a Földön, de szeretnénk elsajátítani a használatát, akkor ezzel nyugodtan gyakorolhatjuk a funkciókat. Miután megkezdtük a munkát, a képernyő közepén egy kis nyilacska lesz látható, ezek vagyunk mi, és a kis nyilacska mögött a kis téglalapok jelzik a különálló szekciókat, amiket beállítottunk a permetezőn. Ezen felül a képernyő tetején találhatóak még kis téglalapok, ezek virtuális ledek, amelyek az eltérésre hívják fel a figyelmünket, hogyha eltértünk az egyenesünktől, akkor abba az irányba fog világítani a kis led. Ez alatt található középen egy szám, ez ugyanazt jelzi, csak számértékben fejezi ki, hogy mennyivel és merre tértünk el az adott egyenesünk. A két sarokban beállítható különböző adatok, amelyeket látni szeretnénk, úgy például, mint a lekezelt terület mérete és mondjuk az aktuális sebességünk. A sorvezető különböző vezetési módokat is lehetővé tesz, vezethet minket egyenesen, görbén, koncentrikusan, és szabad vezetésben is. Matrix 430 lehetővé tesz még virtuális szakaszolást is, ami annyit jelent, hogy mutatja nekünk, hogyha már egy lekezelt területbe értünk, és figyelmeztet, hogy kapcsoljuk ki a permetezőt. A Matrix 430-ban található még számológép is, de akár az előző munka adatait is elmethetjük az USB port segítségével, ezt csak annyit kell tennünk, hogy egy pendrive-ot bedöbbünk az USB-be, és rámentjük az adatokat. Az eszköz nem rendelkezik belső memóriával, ami azt jelenti, hogy ha egy új feladatot kezdünk, az előző adatai törlődni fognak, ezért érdemes elmenteni őket egy pendrive-ra. A lekezelt területeket kékkel fogja megfesteni a kis nyilacska mögött, és azokat a területeket, amelyek esetleg belelógtunk, vagy többször lekezeltünk, azokat egy pirossal fogja jelezni. A 430-al lehetőségünk van területmérésre is, ehhez csak annyit kell tennünk, hogy bekapcsoljuk és körbe megyünk a Föld körül, amit leszeretnénk mérni.
Található az opciók között még egy kis zászlócska alakú ikon, amely arra szolgál, hogy ha esetleg kifogyott a permetezőnkből az anyag, akkor oda lehelyezhetünk egy zászlócskát, és onnan folytathatjuk a munkát, amikor visszatértünk az újratöltésből. A Matrix 4 harci kiváló sorvezető, nagyon egyszerű használni az ikonos rendszerrel lévén, nagyon pontos munkavégzést tesz lehetővé. Az eszközt megtalálhatja teljes leírásával a szegelnapot Uber termékek oldalon.